Az a helyzet, hogy a YouTube algoritmus egy bitch. Ezt nem tudom szebben mondani, az algoritmus egy bitch. Ha nem hányom tele a YouTube csatornám, akkor nincs az az Isten, hogy megtaláljátok a videóimat. Nem találnak rá a videóimra az emberek, mert az algoritmus nem hozza föl nekik, még csak nem is kereshető a YouTube csatornám. És az algoritmus úgy működik, hogy hány videót töltesz föl, milyen gyakorisággal töltesz föl videót, milyen hosszú a videó, hányan nézik meg, milyen hosszú ideig nézik, hányan szólnak hozzá, mennyien lájkolják, diszlájkolják. Ez a hét dolog az, ha mind a hét dolog, tehát sokat töltesz föl, sokan lájkolják, sok, stb., tehát mindenből sok, akkor olyan lesz, hogy levakarhatatlan vagy a YouTube főoldaláról. Ez biztos láttátok már, hogy vannak olyan youtuberek, akiket mondjuk ki nem állhattok, de állandóan szembe jön a videója. Na ez azért van, mert az algoritmus úgy pörgeti a csatornájukat, mint a buszkereket, és emiatt van az, hogy a bizonyos csatornák már öngerjesztő módon zubognak fölfelé, mint a fos. De ha te egy friss youtuber vagy, vagyis nem youtuber, hanem egy friss tartalomkészítő, mert a youtuber egy iszonyatosan béna szó, akkor egyszerűen nem tudsz bekerülni az algoritmusba csak akkor, ha ilyeneket csinálsz, mint amit most én csinálok, hogy az összes streamemet egy órásban megvágom, az azt jelenti, hogy 3 videót töltök fel így naponta, de így a fő csatornám úgy néz ki, hogy tele van hányva streamekkel. És ezt úgy döntöttem, hogy ezt nem csinálom tovább, mert az igazi videóim, amiben rengeteg időt beleteszek, iszonyatosan sok kreatív munkát, rengeteg kutató munkát, tényleg higgyétek el, ez nem pár óra alatt összedobott videó, hanem ez egyébként, ahogy kiszámoltam, ez legalább 2,5-3 munkanapnyi. Ha 9 órás munkanappal számolsz, munka óra van egy 10 perces videóban. És elveszik a streamek között, úgyhogy innentől kezdve arra a csatornára nem lesz feltöltve több stream, hanem majd a Wuzabbi streamek csatornára lesz feltöltve minden stream, oda fogom majd ömleszteni őket, aztán aki akarja visszanézni, de amúgy se nézik vissza sokan, ilyen 6-7 megtekintések vannak, tehát nem ezek a húzóerők, ez csak az algoritmus miatt próbáltam, hogy hát ha így felkapja az algoritmus a csatornámat, de nem kapja föl így sem, úgyhogy megpróbálom tisztán csinálni, jó videókat gyártani, jó tartalmat gyártani, és ha jó tartalmat gyártok, majd az emberek látni fogják. Most ebben bízok, befejeztem a streamjeimmel történő teleokádását a YouTube-omnak, úgyhogy mostantól kezdve ott csak vágott tartalmú videók lesznek, amelyeket én állítok elő, nem pedig streamvodok. A streamvodok pedig a Wuzabbi Twitch csatornán lesznek, ezt majd kiírom Facebookra, Twitterre, Instagramra, mindenhol megpróbálom megosztani. Esetleg streamekből 5-10 perces összevágást felrakni nem lenne jó ötlet. Az a helyzet, Angi papa, hogy meg lehetne csinálni, hogy csinálok ilyen Twitch highlight videókat, de nem érzem benne a hozzáadott értéket. Tehát a saját tartalmamat vágom meg rövidre. Tehát valahogy tehát az alkotási folyamatot nem érzem. Sokkal szívesebben teszek bele 10, 15, 20, 25, 30 órát egy 15 perces videó elkészítésébe, mint hogy streameket vágjak össze. Úgyhogy nem. Az egész streameket felteszem a Wuzabbi Twitch csatornára, ott lesznek elérhetőek, és a többi az nem fog érdekelni. Mert oda normális értékelhető tartalmakat, ahol meg tudom mutatni azt, amire én elkezdtem ezt az egészet, hogy választékosan beszélni, a trágárságot elkerülni, olyan tartalmat letenni, ami hozzáadott érték, tehát egy értéket raksz le a YouTube-ra. Az, hogy tehát ez a Twitch, én ezt nagyon szeretem csinálni, de az, hogy most ebből összevágom, hogy itt most boss töltünk, itt most leestem, itt most visítottam, itt most röhögtem, én nem érzem. Ez szerintem a lusta youtubereknek a fegyvere. Megértem, hogy óriási megtekintéseket lehet ezzel is generálni, de azt gondolom, hogy nem. Tehát ez nem akarnék ebbe az irányba lenni egyelőre. Aztán majd, ha lehet, hogy 2 év múlva meg majd így csinálom. Meglátjuk egyelőre. Ez lesz. Menjünk rá a game-re. This is the game. Mert ezért vagyunk itt. Na srácok, ott van a játék, ahol hagytuk, ebben nem nagyon tudtam beletenni a hétvégén szinte semmit, tegnap tudtam vele játszani egy kicsit, úgyhogy annyit csináltam meg, hogy néhány dolgot, majd mondjátok, hogy esetleg hangos nektek a játék, vagy halk, de hogyha minden oké, akkor nem foglalkozunk vele. Tehát annyit megcsináltam, hogy a Village Questekből a 4-es szintűeket, azokat ugye a farmolós ügyességeket, azokat megcsináltam és kész. Úgy vagyok vele, hogy ezt meg kéne csinálni. Bár nem is ezt kéne megcsinálni.
a Hub Maidennek, ja, de az Hub Quest, a Village-ből megcsinálunk egy Key Questet, de előtte még át akartam nézni a gíreket esetleg, hogy valami jóféle gírt magamra kéne erőltetni. Switchex-ből megpróbálok valami jót kihozni. És úgy kéne csinálni egyébként, hogy... Picit fentebb vinni ezt a Switchex-et, hogy legyen egy kicsit értelmesebb. Azt nem. Ez Bone Daedalus, aha. Venom Hatchet. Na várjunk. Aha, Kizu az orosz, aha. Na várjunk egy picit, mert itt szét akartam nézni, hogy esetleg tudok-e bármit lecraftolni, de ezek szerint nem. Jó, akkor Switchex-et hagyjuk. Akkor az armorban kéne valamit előre lépni. Mert ugye itt kéne nekem pár skillt megszerezni. Ahogy azt mondja, hogy igen, ez ad egy recovery appot, ami nekem must have kategória lenne, ezt ugye ezt a múltkori streamben is mondtam, és most le is tudnám gyártani ezt a kizut. Most ezen gondolkozom. De ez akkor is egy recovery app, ez nekem kell, és a kritikálája az annyira nem kell. Equipeljük. És szerintem még kelleni fog a amit néztünk is a múltkor. Az izucsit, ha meg tudnám csinálni. Ú, de jó lenne, ha meg tudnám csinálni. Ja, de meg is van nekem. Meg is van. Ugye ez kéne nekem a skill miatt. Hogy ugye ad pluszban kritikálálj, de az nekem meg kell, mert itt kapom vissza. Ó, de ez csak, ha nem, ez akkor majd felvesszük a következő, ha fel tudom venni, majd hogyha oda jutunk. Azt mondja, hogy akkor még kellene... Igen, ez pedig... Hát, nem is tudom, hogy ez ennek van-e értelme. Hát, ez most nem. Hát, ice-eteket én most nem akarok, minek. Ice-etek. Right, let's get cracking. Nem, ennek nem látom értelmét. Aha, meg ez warm pelt kell. Meg fókusztat, meg sluggert, aha. Aha. Nem, ez így jó lesz, ez most ezek ír, ez nekem megfelelő. Mert így várjunk, milyen skilleket... milyen skilleket van most rajtam? Azt mondja, hogy van critical eye, kettes attack boost, egy water attack, ami nekem tök fölösleges. Mi adja a water attackot? Mitől van rajtam water attack? Nézzük csak meg ezt. A water attack nekem egyáltalán nem is kell. Na. Melyik adja a water-t? Vajon? Attack boost, aha, az Alloy Coil adja nekem itt a water attackot. Ja, meg ad egy critical eye-t is. Ó, akkor ezért vettem én ezt föl. Ha, na jó. Na nem baj, jó. Akkor no problemo, akkor viszont szerintem az lesz, hogy ezt hagyjuk. Mert ez viszont nekem kell a critical eye miatt. Jó, menjünk akkor szerintem rá a missionre. Oh, hello. Jó, gyorsan veszek pár dolgot. Konkrétan semmit, mert minek. És akkor menjünk is rá a Village Questben, az utolsó Village Questünkre, a Tobikadachira. Ja, az már egy régen látott ismerős. Hogy a Worldben, az Iceborne-ban nagyon sokban benne volt a Tobi. Nagyon-nagyon szerettem mindig, és ez egy jó, az egy nagyon jó boss egyébként. Ez egy kifejezetten jó boss. Ez mehet. Uh-huh. All right. És akkor dipártolunk. Uh,
Lesz link a VOD csatornához? Lesz link a VOD csatornához, Gazagdú, igen, lesz. Lesz, majd alul meg fogjátok látni a stream alatt, mert megcsinálom. Stalking through the night. Silent as the wind, with eyes shining bright. Always craving blood, lightning running through its fur. When it swoops down on its prey, all becomes a blur. Okay. Let's do this. Jaj. Bocsánat, csak itt egy gyors beállítás. Jó, ezzel meg vagyunk. Na, szóval. Itt kéne nekem a Tobi Kadácsi, gondolom az lesz a kérdőjelünk. Tökély, ezzel meg vagyunk. Felismerjek én oda ahhoz a kérdőjelhez, nem is húzom szerintem itt az időt. Menjünk is neki rögtön. Ha ez egy wireback, very good. Ezen a mappen az egyébként annyira nem szeretek lenni, de mindegy, ez nekem kicsit olyan furi. Ezt nem érzem annyira kidolgozottnak, mint a többit. Olyan viszonylag olyan egyszerűnek érzem, de attól függetlenül persze az ízlések is pofonok, hogy kinek melyik jön be. Nekem ez annyira nem. Jobb japánul. Hát figyelj, engem már most kezdett bosszantani, már nem tudtam mi zavar ebben a gémben, de már kezdett idegesíteni ez a japán nyelv. Önbölöm a japán nyelvvel, de már most ez a morgás meg kínlódás, ez már tudod, ez már úgy kezdett kicsit olyan úgy az agyamra menni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt így átálltam angolra, mert kicsit most így jobban is érzem magam, már ilyen diszkomfort érzetem volt. Ettől a japán nyelvtől. De még egyszer mondom, semmi bajom a japánokkal, csak hát na, értitek. Ha ő is visít egyet, szuper. Elvileg ő nagyon gyors. Igen, most is nagyon gyors. Azaz. A fenébe, pont most akartam egy combo finishert betolni neki. Azaz. Ez nagyon fog pukkanni. Ah, sikerült le is mérgezni. Nagyon jó. Valamit ki is dobott. Ah, a fenébe. Ó, nem volt betárazva. No problemo. Eu. Ó, ez fájdalmas lesz így, ha még egyszer elkap. Azaz. Azaz. Hű. Nagyon keményen tolja a... Ha igen, igen, ő tud repülni. Igen, igen, igen. Ha itt a másik. Nagyon szuper. Jaj, a másik jó. Aha, jaj, jó, oké. Okay. Hirtelen nem látom, hogy melyiket tudom irányítani. Azaz. Ezzel be tudom mérgezni. Ha minden igaz, rajta is marad. Meg még egyet megpróbálok rajta mérgezni gyorsan. Jó, akkor finisherrel mindjárt leterítem.
Ezzel nagyon, ezzel nagy szokása jókat lehet rajta mérgezni, látjátok, most is meg van mérgezve. Hol van rajta páncél itt alul? Jó. Jó, el is húz a francba. Ó, dobálta is lefelé magáról a cuccokat. Iszonyatosan jó. Nagyon helyes. Tobi kedecsipelt, azból nagyon sok fog kelleni. Nem is ment olyan messzire. A Wordben nagyon szerettem egyébként a Tobi kedecsit. Nagyon-nagyon jó volt vele fájtolni. Itt is hasonlóan oldották meg, egyáltalán nem nerfeltek rajta, tök jó. Dír. Aha. Hát nem igaz, pont nem találja el. Bum! Nem találja el. Valamit tönkretettünk rajta. Aha, ez mindjárt őt lesz, mindjárt rajtam tönkre valamit. Uh-huh. Ajaj. Ezt most be is kaptam rendesen tőle. Aha, áh. Igen, erre számítottam. Na, még egy first aid-et gyorsan. Megvan. Most el is megy. Fél HP-n voltam. Fél HP-n voltam. Azt hittem, hogy még ezt simán ki fogom bírni. Aha. Igen, ezek már rang 4-esek, ezt már nem ártana elfelejteni, itt már nem olyan egyszerű a történet amúgy. Szia, Junirim! Itt meg korán sem annyira egyszerű. Rang 4-esen egyébként már jobb megígyezni egyébként, hogy fél HP-ról simán. Tehát simán lefénytelnek. Jó. Aha, nem is jó felé jövök. Merünk csak itt föl lehet menni. Ezen a pályán még annyira nem is ismerem ki magam. De onnan el sem mozdul, ha jól látom. Aha, nem, ott marad. Jó. Jó, nem baj. Majd most mindjárt elintézem. Aha, most jön ide. Oké. Okay. Az még jó, hogy felé mozog. Erre felé? Elvileg itt kell lenni balra. Aha, ott van. Mega potion, az mondjuk must have. És ezzel iszonyatosan nagyot sebez. Nagyon-nagyon-nagyon sebez, de jó ég. Sokkal nagyobb a csevez, mint hittem. Kezdetben nem is éreztem őt ilyen veszélyesnek. Fel kéne rápattanni valahogy. Ja, csak nincs feltöltve a switchex. Nem lesz jó. Ha az elkap, akkor az faint lett volna. A levegőben is elkap, te jó ég.
Azaz. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors. Sokkal gyorsabb, mint sokkal-sokkal gyorsabb, mint a World-ben volt. Sokkal. Szia, peres gumi! Megvan. Jóval gyorsabb, mint amire emlékeztem. Meg itt már az a baj, hogy ez a fél HP-ről lefénytel neked, vagy kifénytel neked, ez már itt egy ilyen atomnagy meglepetés. Nem is számítok rá egyébként, hogy, hogy még kaphatok fénytet fél HP-ről, mert eddig ugye ilyen nem volt. De ez már egészen más. Szia Zsoli! Hello, hello! Sziasztok, srácok! Nektek is mondom, akik így később jöttök, hogy már ugye a stream elején elmondtam, de akkor elmondom nektek is, hogy lesz egy kis átalakítás a YouTube csatornán. Olyan tekintetben, hogy a streameket most már nem fogom oda feltölteni a fő csatornára, hanem lesz egy külön csatorna a Wuzabi streamek néven, mert elveszik a valós tartalom a rengeteg stream VOD között. Tehát ha megnézitek, akkor van most már lassan több mint 90 videó azon a csatornán, abból 5 darab vagy 6 darab szerkesztett videó, meg az összes többi stream. Ezt mindet algoritmus miatt csináltam, de ez nem jó, mert elveszik. Tehát az algoritmus, majd felkapja az algoritmus a csatornámat, majd idővel. Most ezzel nem akarok szórakozni, mert szerintem embereket elriaszthat az, hogy tele van stream vodokkal az a csatorna, úgyhogy onnan majd ezek el fognak tűnni. Vagy lehet, hogy ott hagyom őket most már, ahol vannak, és akkor azon lesz pár vod, de majd a következőek már vágott normális tartalmak lesznek, nem pedig így egy órás tartalmak, és akkor majd ezeket feltöltögetem külön arra a másik csatornára. Úgyhogy arról majd lesznek linkek, meg ilyenek, majd mindenhova ki fogom írni, de még a héten megcsinálom, mert ezen gondolkoztam már elég sok ideje, hogy ennek van-e így értelme, és arra döntésre jutottam, hogy nincs, tehát hogy ezt meg kell változtatni, mert elvesznek a jó videók a stream vodok között. Na de erről ennyit, meg a potionből már csinálok is egy csomót. Hát hogy 100-at lekapcsolok, legyen 100, ja. És ebből is mit tudom én. Na várjunk. Mondjuk 60-at, ja. Szuper. Jó. Ha van lottó, lottózzunk egyet. Igen. Hát nem a legjobb. Na mindegy. Jó. Ennyi. Na ez volt az 5x5 Village Quest. A Magnamolóra kell most rámenni. Ja. Igen. Make sure to check the special quest as well. Rá kell menni akkor erre az urgent questre mindenképpen, mindjárt csak egy optional questet felveszünk. Hát egy large monsters, ja. Ez tökéletes lesz nekünk. Az 1x3, és akkor ezt micsoda? A Magnamolót kell leszedni. Ó, ez egy nagyon jó fájt, csak nyilván ez Rampage, ez teljesen más, mert itt most ezekkel a butanyilakkal lövöldözzük, de higgyétek, hogy amúgy kurva jó a fájtja, tehát baromi jó vele harcolni. Nem ezt akartam. Hogy azt mondja, hogy? Ezt így. Na jó, hát éppen bocs.
Szerintem jó, hogy lehet, majd max az elején furcsa lesz, de nem lesz olyan zavaró a fontos értesítés. Igen, erre is gondoltam. Tehát az, hogyha én most fogom is felrakok, például múlt héten szombaton 8 videót tettem föl a csatornára. Tehát 8 stream vodat. És az így, tehát így értitek, én is így néztem, mondom, basszus, most itt minden, egyfolytában csipog mindenkinek, hogy megint feltöltött egy videót, és akkor jaj, csak stream volt. Tehát ez így nem, akkor elvesznek a valódos tartalmak. Life, given form in flame. Stalks unsuspecting creatures. That it seeks to maim. Its prey turns round to face it, preferring a hero's death. Knowing that this purple fire will steal its final breath. Pray for its soul. For this creature of pure evil shall swallow the world whole. Mhm. Jó. Let's go. Jó, ez nem Rampage Quest akkor. Aha, oké. Okay. Jó, akkor levadásszuk a magnavolót. Na, az a demóban majdnem, hogy esélytelen volt. És majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. Iszonyatosan unfair fight egyébként, főleg amiket csinál. Ő. Majd meglátjátok mindjárt, iszonyatosan durva, nagyon gyors, nagyon-nagyon-nagyon nagyot sebez, borzalmasan erős monster, ráadásul a méreteihez képest, ugye nem látszik rajta első körben, de majd meglátjátok, hogy egy flagship monster egyébként, ami az a lényeg, hogy ő a fajtájának a legerősebb darabja. Nem a legerősebb monster a játékban, hanem az ő fajtájának a legerősebb darabja. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon súlyos fájt egyébként. Meg hosszadalmas is. Nagyon teljesen sokáig tart. A demóban 15 perc kevés volt rá, tehát az már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz, nagyon nagy nehézségek árán sikerült csak 15 percen belül leszedni. Borzalmasan kemény fájt. Mindjárt meglátjátok. Azt hiszem, itt lehet fölmenni. Hozzá, aha. Igen, itt lehet fölmenni hozzá. Igen. Lelkiekbe készüljetek. Te jó ég, ott van. Ott van. Már húzom az időt. A néha szokta azt csinálni, amikor belépünk a fightba, azonnal elhúz innen, remélem most ezt nem fogja csinálni. Hát akkor kezdjük. Cső! Igen. Ezt szokta csinálni. Igen. Most el is tűnik innen, lemegy a másikhoz. Jó. Itt jobb lett volna vele harcolni, de mindegy, ezt rendszeresen megcsinálja. Ő ilyen, ez kész. A demóban ugyanezt csinálta, ezt a gyávaságot, hogy mindig, amikor rámentünk volna, akkor elhúzott. Tehát ő ilyen... Hát ő ez. Ott van len. Aha. Láttátok azt a damage-et? Csak szólok, hogy ezt fogja végigcsinálni. Tehát a körülbelül 90% HP-m eltűnt. Igen. Aha, ez gyengébb, mint volt. Most sokkal többször tudtam staggerölni.
tiszta páncél a teste, tehát egy normális kombót nem tudsz belevinni, mert azonnal elakad. Ha most elég egész sokszor földhöz vágja magát. Nem tudsz bevinni egy kombót, egyszerűen állandóan elakadsz benne. Hihetetlen. És ott egy ordinári nagy damage. Mondjuk a boss fight alatti zene az szerintem fantasztikus. Ezt tettem a videó alá is. Igen. Hát magnamoló materiából Wyvern Tear rakott ide. Hú, az most ott elkapta egy jó isten. Rikisli gyors. Nem szabad vele szemben állni. Ebből egy elkap, meghalsz. Mondom. Ez bullshit. Nem csinálok semmi más, csak futok az életemért. Lesz Mohab is? Lesz, igen. Lesz bizony. Csak ezeket a kiköszteket megpróbálom letolni. De igen, majd lesz. Gyertek nyugodtan, srácok egyébként, aki szeretne ugyanúgy, mint a múltkor. De jól belenézett. Hú. Ezt a mindenit neki. Nem lehet egyszerűen szembe maradni vele, abban a pillanatban rád ver. Elképesztő. Tehát elmegy körülötted, és azt se tudod, hogy hol van, mögüled egyszer csak elér, amit lő. Nem a páncélját ütöttem. Aha, ki is ment a durability. Kéne nekem a kutya gyorsan. Kutya? Azaz. Aha, megint elfut. Szuper. Pont jókor. Hát ez mi volt? Ez komoly. Egy ilyen hangya most megtámadott. Megvan. Jó. Majd most mindjárt párszor itt földhöz vágom. Aha. Minden segít neki. Valamit eltörtünk rajta, de szerintem nem sok mindent. Aha. Kiszabadul. Gondoltam. Igen. Ez várható volt.
A demóban ugyanezt a bullshit-et csinálta végig. Végig, végestelen végig. Ugyanez a bullshit volt végig. Folyamatosan igazából megállás nélkül. Minden itt spammeli, amúgy levágtuk a farkát, ha jól látom. Valamit levágtunk róla, mert ott van mellette, ha megnézitek. A meppen az a kis lilaszíni cuccot mellette. A 11-es alatt, hogy ott csücsörészik most. Már ezt én megpróbálom gyorsan felszedni. Lehet, hogy valami jó cuccot vágtunk le róla. Nem tudom, hogy a farkát vágtuk le pontosan. De egyértelmű gear check, meg skill check az egész fight, tehát ez ilyen... Hát a demóban egyébként maga a fejlesztők is mondták, hogy okkal lett ilyen nehézre csinálva, tehát hogy nem azért ilyen nehéz, hogy most bárkit idegesítsenek vele, egyszerűen okkal. Tehát ezt tudni kell, hogy egy flagship monster az ilyen. És kész. Tehát, hogy erre kell számítani, ez nem lesz könnyű. Mondjuk nem is fognak rajta nerfelni, ebben biztos vagyok. Tehát ez nincs is értelme. Na, hol van? Amit levágtunk róla? Itt ez? A Magnum a lótél. Igen. Ó! Oh. Szuper! Szuper! Ezt nem tudom, hogy törtük le róla, szerintem amikor switch-exet váltottam. Gondolom, akkor tört el a robbanás. Most külön nem is mentem rá, hogy letörjek róla bármit is. Egyelőre túlélni próbálom az egész fájtot. Hello. Ah, itt van egy flash. Jó. Aha. Páncéljánál vagyok. Azt hittem lefeküdt. Jó, de ki fog fénytelni. Hűha! Na gyere csak bele ide, légy szíves! Megvan! Bele se bírtam ütni a mérget. Annyira gyorsan kijön belőle. Ilyenkor se tudom, hol van. Fű. És fényt. 70% HP-ra simán kifényten, és még egyetlen egyet egyszer tudom megpróbálni. Ó, te jó ég. Úgy, de nem szeretném befélelni ezt a questet, nagyon nem szeretném. Aha. Na mindjárt viszünk oda egy kis flash-t, mert ez így nem lesz jó. Nagyon-nagyon gyors. Még hozzá, ez Tranquility, az most nekünk nem kell. Kellene nekünk flash bomb. Aha, flash, az fog kelleni. Ja. Jó, go. Gondoltam, hogy nem lesz ez könnyű, bár arra nem szerintem, hogy ez ennyire kemény lesz. És most lefelé mozog. Aha, most oda a vízbe ment. Jó. No problemo. Működ, még lehet, hogy jobb is, mert ott nagyobb a hely. Fájtolni. Sőt, jóval nagyobb a hely. Kegyetlen erős, pedig egyébként nem annyira brutális fight, mint ahogy elsőre kinéz, csak ilyenkor, még így low ranken.
Ez egy ilyen nem teljesen jól megcsinált, tehát nem kifejlett gearben, ez még kifejezetten nehéz fight. Mondjuk a demóban mid-game gearben csináltuk, ami jó, tehát ez egy jó fajta gear, de azért hát ott se volt könnyű, sőt, rohadt nehéz volt. Már most például nem is tudnám megcsinálni, mert 15 perc kellett hozzá. Nem nézett bele, de belenézett, jó? Jaj, de jó! Azaz. De nem lesz ez így jó. Aha. Fantasztikus. Saját még amiatt kezdett el fennperegni amúgy. Jesszusom. Ez egyébként nem fair így vele szembe, mert egyébként ha most alapesetben lennék, akkor most ő megölt volna engem. Csak ugye már nem maradt sok HP-ja, de alapjáraton most nekem kellett volna ugorni, és meg kellett volna, hogy halljak. Na mindegy, ez szerintem a single player miatt van, ha most a demóban lennék, most ez kifénytelt volna a francba. Most amit láthatatok, az az volt, hogy a Palikó beleütött egyet, és akkor ettől összecsukolott, mert tényleg ilyen kb. 0,5% HP-ja volt. Na mindegy, jobban ültem volna neki, hogy kifénytel, és még egyszer megpróbálhatom a fight-ot. Na majd legközelebb még találkozunk vele. Az a lényeg. De egy nagyon jó fight, tehát láthatjátok, hogy borzasztóan izgalmas és nagyon-nagyon-nagyon gyors. Tehát ez egy gyors fight, de ennek ilyennek is kell lenni. Ez ennek a játéknak a sava borsa, másról nem is szól egyébként, csak erről. Na mindegy. De igen, tehát ez ilyenkor ennek így kell volna történnie, hogy most én fénytelek egyet. No problemo, majd legközelebb. Ó, kettő farka is van. Szuper! Szuper! Oké. Okay. Kazakdú, ez nem bug, ez csak annyi van, hogy most a Palamut vagy a Palikó beleütött egyet. Azért halt meg. Alapvetően ki kell tudom, hogy fénytelen. You are what I call a true hero. Welcome back. We heard you beat that Magna Malo. Way to go. We've been thinking about what Elder Fugan told us. About what we could do to help protect everyone in the village. But all I can do is take care of buddies. And I can only prepare Dongo for you. But then, we figured that all the work Iori does actually makes your life a lot easier. And my delicious treats keep everyone happy and in good health. And that's how we contribute to Kimura. Fine answer. I knew Kimura Village had the brightest kids around. Well now, I think it's time for me to get back to doing my part, don't you think? Right, me too. And me three. Okay, time for some new recipes. I've been thinking of a Magna Malo
menu. I'd use some dark chocolate. Sounds heavenly. Let us know when it's finished. I gotta say you did a great job, Hunter. Thank you. Take it. This thing's been passed down in Kimura for generations. You defeated Magna Malo, so now it's yours. Nagyon jó szinkron hangja. I'm getting too old to be lugging this thing around. Go on. Na. Ez jó sokat gondolkodott rajta. I feel lighter already, kid. All right. Na, ez lett volna a main story, srácok. Amit láthatjátok. Alapvetően azt tudom elmondani, hogy ez egy elég gyorsan végigvihető main story. Tehát a Rise-ban nem a main story a lényeg, ez szerintem mindenki tudja. De ez lett volna a main story-nak úgymond az eleje. Tehát hogy mondjam nektek? Tehát ott volt az Ultimate Generation, meg ott volt ez. Na most, ahogy ezt kifügted, ja. Tehát az Ultimate Generation nek a sztoria folytatódik itt. Teljesen más, ugye itt Kamura Village van, ott egy másik volt, de ott is hasonlóan lerohantak egy települést a monsterök. Ennek a játéknak lényegében nem ez a lényege, ezek a kiquestek. Tehát ez egy olyan dolog, mintha most csináltuk volna meg a tutoriált. Valahogy így tudnék fogalmazni, hogy ez most egy 20 órás tutoriál. És itt, innentől kezdve indul el a játék. Ami ugye majd a különböző eventek, különböző monsterök, a különböző gírek, azoknak különböző változatai, ugye most lépünk be a high rankbe. Tehát ugye az a kritikusi kör, hát sajnos olyan emberek is írnak játékteszteket, mint a Bloomberg, akiknek nem ez a profiljuk, hogy játékokról teszteket írjanak. És akkor leírek azt, hogy hát a játéknak a sztoria 10/1-es. Hát srácok, hát ha ennyit játszottál végig, akkor az olyan, mintha végigvitted volna a Last of Us-nak a tutoriáját, hogy kell forgatni a kamerát, meg melyik az ugrásgomb. Tehát ez ennyi. Tehát itt találkozunk összesen 8 monsterrel, meg egy flagship monsterrel, a Magna Malóval. Ehhez képest a játékban több mint 40 monster van. Még 31 másik monstert nem is láttunk. Mert az mind high rank. És ez minden Master Hunter 4-ben ezért jó, amikor egy olyan ember teszteli, mint az IGN Japan kirendeltsége, aki úgy tesztelt a játékot, hogy szinte az összes Master Hunter-re játszott. Tehát tudta, hogy mit kell csinálni. Tudta, hogy miről szól. Mi az, hogy key quest. Tehát azért nem hívják story missionnek, hanem key questnek. Ez ennyi. Nyilvánvalóan nem váltja meg a világot, tehát hogy, na, srácok, ez ennyi, de alapvetően ez egy jó dolog, tehát ha valaki csak azért vette meg a Master Hunter-re ezt, hogy végigvigye a sztorit, hát az nem tudom, hogy pontosan mit szeretett volna. Nem látom magam előtt azt az embert, aki úgy gondolkozik, hogy végigviszem már csak a kiikveszteket, aztán leteszem. Tehát, hogy így, what? Akkor minek csináltad meg? Tehát minek? Az egész minek? Itt leszünk a játék további részében, itt bent a hubban. Itt megy az egész játék innentől kezdve. Innen ki se lehet minket robbantani, ráadásul április végével ugye minden hónapra jönnek az eventek. Ugye most még nem tolják be az eventeket, mert nagyon kevesen végeztek a játékkal, most lesznek majd egyre többen, akiknek sikerül. Na de azért még várni kell vele, hogy azért egyre több ember tudjon majd részt venni, mert ugye az eventek azok nem low rank huntingok, hanem mind high rank hunting, de azok közül is a legnehezebb.
Úgyhogy ez azoknak szól majd, akik már ezen réges-régen túl vannak, és már a harmadik meg negyedik fegyverüket hírelik fölfelé éppen. Tehát játszik a bógánnal, játszik a Sword and Shield-el, játszik a Gunlance-el, a Switch-el, meg a Insectglaive-el, és akkor most éppen tervezgeti a hatodik fegyvert. Ez ilyen. A lényeg az, srácok, hogy ezt végig kell vinni, ezt a részét, és innen folytatódik majd minden tovább. De mondom, ennek a 20 órának nekem abszolút jó. Tehát minden egyes pontjára azt mondtam, hogy tök jó, jó csinálni ezt, jó játszani a játékkal. Függetlenül attól egyébként, hogy azt is lehet rá mondani, hogy nem elég chilles a játék. Bocsánat, ezt picit halkarra veszem, tehát nem annyira chilles a játék. Valóban nem annyira chilles a játék, mert sokat kell, de azért baromira pihentett. Tehát egyszer sem éreztem, hogy el vagyok fáradva, amikor fel kell tárni a game elől. Úgyhogy nekem ez egy nagyon jó 20 óra, így az első kis idő. De nyilvánvalóan nem érződik annyira grindolósnak sem szerintem. Angi, ebben egyetértek veled. Én nem érzem azt, mint a Monster Hunter World-nél. Ott nekem nagyon erősen darának tűnt az egész. Nem rossz, nem volt az egy rossz dara, de úgy éreztem, hogy az egy nagyon-nagyon-nagyon dara. És mondom, innen kezdődik a game. Hát, hogy ez így azért is nem vittem, mert ugye az előző streamben már végig lehetett volna tolni ezt is, de direkt úgy voltam, hogy egy picit várok vele, és akkor megcsinálom egy másik streamben, és akkor tudunk róla egy picit beszélni, de mondom, nekem ez a fő véleményem az egészről. Tehát, hogy innen kezdődik majd a game. Ez volt a tutoriál. Láttam streamereknél is én is azt, hogy végvitték ezt csak a sztorit, aztán elmondták, hogy hát nagyon réteg játék, hát igen, minden Monster Hunter réteg játék volt, leszámítva a Word-ot, amit elég sokan befogadtak, de szerintem ez is hasonlóan jó, mint a Word, ezt is sokan be tudják fogadni, nem ez a része a csúcsa a játéknak, tehát ez nem egy Szibéria, meg egy Last of Us, vagy akármi, ez nem egy story game. Ez talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki azt mondja, hogy végigvitte a World of Warcraft-nek a küldetéseit. Switch játéknak szerintem is. Tehát ezen a Switchen, ami van, ezen a 2017-es konzolon, mert van egy Tegra chip, ami már amikor a konzolt kiadták 17-ben is már egy öreg chip volt, viszont elképesztően jó. Egyébként kicsit amikor csináltam a videót a Monster Hunter Rise-ról, akkor utána néztem, ezeket a Tegra chipeket, ami ebben a Switchben van, ezeket amúgy autókba gyártják japánok. Meg az Nvidia. Főleg az Nvidia. Csak ugye Japánban is van kihen, na mi is mindegy, ebben nem menjünk bele, de főleg autókba gyártják. És innen vették át, mert annyira jól sikerült chip volt, hogy simán visz egy konzolt is. És egy ilyen konzolba egy ekkora játékot belerakni, azért az nem kis teljesítmény. És azért itt Switchen vannak iszonyatosan gagyi játékok, srácok. Tehát azért, hogy szétnéztek, hogy milyen Switch játékok vannak, az ember tényleg azt gondolná, hogy azért Game Boy szinten van ez a konzol, és látjátok, azért csak bele lehet tolni egy Zeldát is, meg egy Monster Hunter-t is, és bele lehetett tenni egy olyat is, ami csak ide készült. Nyilvánvalóan látom én is, hogy hol van itt kispórolva, hogy a grafika nyilván, de ahhoz képest, hogy ez egy kézi konzol, tehát itt így meg tudod fogni, ahhoz képest 10x10-es, hát gondoltok bele, meg tudod így fogni, hát a kézi konzolok közül a legjobb grafikáló játék. És itt erről beszélünk, tehát nyilván, amit el is mondtam, 65-szoros tévére, ha kirakod, ott azért, hát igen, tehát na, erősen véleményes lesz, akkor azt fogod mondani, hogy hát, mintha kicsit fura lenne ez a grafika. De aztán meg megszokod, és rájössz arra, hogy atya ég. Tehát ezt a grafikát olyan esztétikusra csinálták, mint az állat. Volt egy demo bemutatóm YouTube-on, gondolkoztam rajta, hogy csinálok tesztet erről a játékról, egyelőre még nem játszottam bele annyit, hogy le tudnám úgymond tesztelni, tehát meg tudnám mondani, hogy milyen a high rank hunting, meg stb. Majd hogyha lesz benne körülbelül 60 óra, és már az összes mastert láttam, és már ott tartunk, hogy a movesetjeiket így tudom, na majd akkor fogok YouTube-ra csinálni egy tesztet, és elmondani, hogy milyen élmény volt az elmúlt 60-70-80 óra.
De addig nem, addig a demót bemutattam, a többire nem akarok rá, tehát nem akarom túl hamar elsietni azt, hogy bemutatóját. Mondjuk a Switch játékoknak egyáltalán nem ez a lényege, aki a Ray Tracing-et játszik az játszom PC-n, kinek mi a prioritás, így van, tehát ott vannak az új konzolok, itt van a konzolgenerációváltás, itt az én lakóhelyemen, az üzletben, amit nyilván tudom, hogy nincsenek most itt az üzletek, de ott én kaptam fotót, Xbox One X-ek már konkrétan egy domb áll, mert az nagyon elérhető, PlayStation-ből egyáltalán nincsen, ugye az még mindig úgy megy, hogy felhívnak, hogy van-e pénzed, ki tudod-e fizetni, ha van, akkor küldjük, de Xboxot már lehet venni, tehát ha nincs pénzed drága PC-re, akkor ott egy Xbox One X, vagy egy Xbox One S, már az is tud 4K-t, az a kis rádió. Ha a Switch-et szeretnél, akkor csak a játékokért érdemes megvenni, ezért nem értem, hogy mi szükség van a Switch Pro-ra, ami majd tud 4K-t. Persze nyilván tisztában vagyok arra, hogy ez a 4K az egy felskálázott 4K lesz, de nem látom magam előtt azt a közönséget, azokat az embereket, akik azért vettek kézikonzolt, hogy azt 4K-ban tudják játszani. Nem látom magam előtt. Egyszerűen nem érzem. Tehát nem látom azokat az Animal Crossing-ozós srácokat, akiknek már 200 ezer órájuk van a játékban, és már az egész család játsza, hogy azon gondolkozik, hogy de vennék egy 4K-sat is, mert minek? Animal Crossing-oztak majd 4K-ban? Vagy mi lesz? Rétrészelni fog a víz? Tehát, hogy ez, na mindegy. A lényeg az, hogy én se hiszem. Én se hiszem, hogy sokan váltanának, és szerintem ezt a Nintendo-nál is tudják, és azt el is mondták, hogy nem fogják megcsinálni azt, amit a 3DS esetében megcsináltak, hogy a félgeneráció váltásra exkluzívan lesznek címek. Nem. Tehát mind a kettőre lesznek címek, csak az egyiken majd be tudod állítani, hogy 1080p-ben nézd, hogyha kézben tartod, mert ugye ez egy 720p-s kijelző, az majd 1080p-s lesz, ha meg bedokkolod, akkor be tudod állítani, hogy ezt a felskálázott 4K-t szeretnéd látni, vagy a 1440p-t szeretnéd látni, vagy akkor a 1080p-t szeretnéd látni, ez mind a te beállításaidon fog múlni, vagy csak annyi lesz, hogy lesz egy gyors mód, meg lesz egy szép mód, amit nyilván mindenki a gyorsat fogja beállítani. Arra mondjuk jó, hogyha mondjuk egy Monster Hunter Rise-ot mondjuk az majd kifuttat 60 FPS-sel, vagy 120 FPS-sel. Tehát arra azt mondom én is, hogy az mondjuk már úgy fincsi, az már nem rossz. De úgy nagyon nem látom magam előtt, hogy mire szükség lenne rá. Visszatérve erre a játékra, szerintem abszolút egy olyan tehát a Capcom nem hiába csinálta meg, nem azért csinálták meg, mert a Capcom is egy japán cég, hanem azért, mert ezek a játékok a kézi konzolokról indultak el. És mindig vissza kell térni a kézi konzolokhoz, mert itt van a közönsége. Tehát igen, ki tudták adni PC-re is, rengeteg ember megvette, nagyon sok ember megvette nagy konzolokra is, ez egyértelmű, tisztában vagyok vele, mert ugye PlayStation-re jelent meg és PC-re, bocsánat, azt hiszem Xboxra is megjelent. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy sokan megvették, és így tudtak rengeteg pénzt szerezni. Tehát meg tudták csinálni azt, hogy egy 16 milliós eladott példányszámú játékot hoztak ki a Monster Hunterből, és most egy mindenki által ismert játék. És íme a Capcom. Kikről éppen beszélek. Jó volt. Egyébként én egyáltalán nem tapasztaltam droppokat semmiben eddig valóban. Én sem tapasztaltam droppokat ebben a játékban, a Zeldában igen, abban nagyon sok van, abban rengeteg a frame drop, de megengedhető. Na nézzük tovább, mi van itt még. Visszaveszem a hangot. Így. És akkor kaptunk egy swordot. Very good. Na, hát akkor folytassuk onnan, ahol abba hagytuk. A játék az megy tovább. Ez csak mondom, kész vagyunk a tutoriállal. Oké. Okay. Uh-huh. Yep. Jó, igen, ezzel meg vagyunk. Konfirmáljuk, és le is adjuk neki. Oh, it's you. Mm-hmm. Jó. Stoutcore Fang. Ha? Jó. Beszéljünk vele is. It's a good day for a hunt. Ah.
Yep. Yeah. Mm-hmm. Game.